Mintegy 200 tanulóval indul ez szeptembertől a Tehetségművészeti Iskola Paksi tagintézménye. Az ünnepélyes megnyitót hétvégén tartották a polgármesteri hivatalban a Humánpolitikai Bizottság nevében Horváth Zoltán önkormányzati képviselő mondott beszédet. Göröngyös út vezetett az alapítvány létrehozásáig, majd a Tehetségművészeti Iskola beindításáig. Szeretném a bizottság is a magam nevében megígérni, hogy a továbbian ezt az utat kicsit kikövezzük a jövőre való tekintettel. Az alapítvány sok éves tapasztalattal rendelkezik, Cecén, Nagylókon és Sárbogádon évek óta nagy létszámú csoportokban folytatják a néptáncoktatást. Pakson a Pódium Tánc Stúdió is bekapcsolódott az intézmény munkájába, így városunkban a népi táncoktatás mellett balett és modern tánc tanulás is elérhető az érdeklődők számára. Pakson úgy lehet jelentkezni, hogy meglátogatják az óráinkat, eljönnek, megnézik, hogy mi az, amit csinálunk. Egy jelentkezési lappal tulajdonképpen jelentkeznek a gyerekek, illetve a növendékek a szülőkkel együtt hozzánk. Mivel intézmény vagyunk, így egész évben folyik a tanítás június 15-ig, és tulajdonképpen a próbákon érdekel bennünket, fönt a Csengeri Dénes Kulturális Központban vagyunk pénteken délutánonként. A Tehetségművészeti Iskola egyébként jó kapcsolatot ápol a paksi oktatási intézményekkel, a Baloganta Katolikus Iskolával és az ESZI-vel is folyamatos az együttműködés. Ahogy az a megnyitón is elhangzott, a gyermekek nem egyszerűen táncoktatáson vesznek részt, életstílust sajátítanak el, és lehetőségük van új barátságokra szert tenni. Felszabadít nagyon, meg nagyon jól érzem magam így a többiekkel és ezzel a csapattal, úgyhogy nekem a tánc az így a tánccsoport, a második családom, úgyhogy nagyon szeretem.